30 évvel ezelőtt kezdődött Temesváron a Ceaușescu diktatúra elleni rendszerváltó forradalom. December 15-én a rendfenntartó erők még csak könnygázzal és vízágyúval válaszoltak, de több tüntetőt elfogtak és megvertek. Pontosan 30 évvel ezelőtt december 17-én azonban bukaresti parancsra belelőttek a tömegbe. Az, hogy a diktatúra terrorral válaszolt, csak olaj volt a tűzre. A tiltakozás országossá vált, néhány nap alatt pedig a forradalom véget vetett a 4 évtizedes kommunista uralomnak. 1990. májusában már szabad választásokat tartottak Romániában. A rendszerváltó napokat felidézzük híradóinkban is. Ezek a felvételek 1989. december 24-én készültek a román televízió bukaresti székháza mellett. Ez idő alatt már a Ceaușescu házaspár a katonasság fogja volt, egy nappal később többek között a temesvári népfelkelés vérbefolytásának a vádjával ítélték halálra azok, akik átvették a hatalmat, és akik folytatták a vérengzést. Az első lövések pontosan 30 évvel ezelőtt, december 17-én Temesváron dördültek el. A politikai vezetés Bukarestben egy válságstábot tartott, és elhangzott konkrétan először, hogy amennyiben nem sikerül más eszközökkel szétszórni a tömeget, akkor a rendfenntartó szervek, katonaság, csendőrség, milícia úgymond használhatják az éles töltényeket, és minden áron, minden eszközzel le kell verni a temesvári megmozdulást. A forradalom első napjaiban nem készült semmilyen felvétel, teljes volt a hírzárlat. Ezt már hamar Alpár Benjamín marosvásárhelyi forradalmár mondja. Amerika hangját és a Szabad Európát hallgattuk, onnan tudtuk a fejleményeket, tudtuk, hogy Temesváron lőttek és hogy halottak vannak. Ennek ellenére mégis több ezren vonultak utcára, köztük az akkor csupán 21 éves Hamar is. A fenyőfák irányába intve mutatja, hogy hol lőtték meg a két lábát, azt is megmutatta, hogy honnan lőttek Marosvásárhelyen 1989. december 21-én. Itt volt a tűzoltóautó, ott volt a templom és a Romarta között, ott volt a kordon, és onnan utána lőttek. Fentről az üzlet tetejéről, a Romarta tetejéről is vannak társaink, akik meg vannak lőve. A marosvásárhelyi Romarta kirakatának az üvegét golyók és a rémült tömeg is betörte. Hát innen éri a golyó, de nem megy át rajta, és az viszont betöri. Két darabot ma is a Maros-megyei Múzeum őriz ezekből. Amennyit tudunk, az, hogy hivatalosan a vásárhelyi központjába kirendelt katonai egységeknek nem volt lövési parancsok, tehát ők nem lőhettek volna a tömegre. Tömegoszlatási parancsok voltak, az viszont általában nem éles golyókkal szokták elvégezni, hanem mindenféle más eszközökkel, módszerekkel. Országszerte 1104 halálos áldozata és 3321 sebesültje volt a 30 évvel ezelőtt, december 17-én kezdődő vérengzésnek. A Ceaușescu házaspár menekülését követően 7-szer többen vesztették életüket, mint 17-e és 22-e között. Azóta sem vonták felelősségre a bűnösöket, csupán a házaspárt állították kivégző osztag elé.